Három a magyar igazság, így is lehetne jellemezni az önök díjazását itt a Szingenta borversenyen. Hogy lehet háromszor a legjobbnak lenni? Hát én azt gondolom, hogy ennek a kulcsa a csapatmunka, ami nálunk a Béres szőlőbirtokon folyik. Ehhez nyilván nagy mértékben hozzájárulnak ugye a tulajdonosok, akik megfelelő hátteret tudnak biztosítani ahhoz, hogy mi el tudjuk végezni a munkát. És természetesen, ahogy ugye a Szőlősi Mihály is mondta, vagy legalábbis az ő gondolatát kicsit idézve, a szőlőből lehet kihozni azt, ami benne van. Tehát a borászat nem magában a pincében, hanem kéne a szőlő területen a tőkénél kezdődik. Úgyhogy ebbe az, hogy a szőlész kollégának is ugye benne van a keze munkája. Most az idén melyik évjárattal nyertek, és milyen borral? 2011-es 5 putonyos asszóval sikerült most a Quadris díjat elhoznunk. Bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló szép eredményeket fogunk tudni elérni. Ez az évjárat, ez miben más, mint mondjuk amivel tavaly nyertek? Ugye a 2013-as sárga muskatájunk volt az, amivel egy késő születési muskatáj, amivel egy nagyon szép díjat sikerült megszerezni. A 11-es évjárat az merőben más volt, egy sokkal szárazabb évjárat volt. Nem volt olyan nagy mennyiségű asszú termés, viszont ami volt és amit lehetett szedni, az jó minőségi volt. Ez alapjaiban határozta meg a hor karakterét, de mivel erőben egy nagyon-nagyon különleges terroárral rendelkezik, ebből adódóan a mi boraink esetében nagyon szép savgerinccel lehet találkozni, és ez a jövőben ugye mindig hallunk arról, hogy felmelegedés várható, és ez a felmelegedés már elkezdődött. Én ennek úgy gondolom, hogy kulcsfontossága lesz, hogy milyen adottságú borokat tudunk készíteni, milyen adottságú dűlőink vannak, és hál' Istennek mi ilyen szempontból kivételes helyzetben vagyunk. Ezeket a díjakat, és most maradjunk a Quadris díjnál, hogyan tudják használni, vagy miképpen használják a marketingben? Én azt gondolom, hogy mindenféle elismerés, és kifejezetten egy ilyen nagy elismerés, mint egy Quadris díj, egy világcégnek a legnagyobb díja, a legnagyobb elismerése, amit a borszakmában kiosztanak. Én azt gondolom, hogy ez önmagában egy nagyon-nagyon fontos, komoly marketing érték, és nyilván erre büszkék is vagyunk, ezt mind a médiában, akár a saját weblapunkon felhasználjuk, illetve hát megjelenítjük, és úgy gondolom ez a vásárlók, a fogyasztók részére is ez egy olyan fajta visszajelzés, hogy nálunk nagyon-nagyon komoly és szakszerű munka folyik, olyan partnerekkel is, ugye adott esetben, ugye, mint a Syngenta. Hol értékesítik a termékeiket? Hál' Istennek nagyon-nagyon jók a külföldi kapcsolataink, ezért jelentős mértékben a szőlőbirtok borai külföldön kelnek el, és természetesen Magyarországon a belföldi piac is rendkívül fontos a mi számunkra, így itt is Magyarországon is lehet találkozni a mi borainkkal.